A történelem már számtalan hihetetlen esetet szült meg nekünk, nincs ez másképp a halálesetekkel sem. Ugye gondoljunk csak bele, hogy nem véletlen jött létre a Darwin-díj. A mai videóban egy olyan témáról lesz szó, amit már lassan negyed évszázada nem sikerült überelni, ez pedig a valaha történt legfájdalmasabb dokumentált haláleset. Én Levi vagyok, és kezdjük is a videót. 1999-ben járunk, szeptember 30-án, egy átlagos reggelen. A festői japán Tokaimura városában, egy nukleáris üzemanyagfeldolgozó üzemben. Ennek a sajnálatos történetnek a főszereplője a csupán 35 éves Hisashi Auchi. Ezen a napon Auchi két másik kollégájával együtt uránoxidot tisztított, hogy ebből üzemanyag rudakat készítsenek, amivel egy kutatóreaktort lehet majd később működtetni. Úgy nézett ki a szituáció, hogy van egy tartály, amiben közepesen dúsított uránoxidot akarnak tölteni. Na, Auchi állt ott, és tartott egy tölcsért, hogy könnyebb legyen beletölteni, és ne lötyenjen mellé, mert az ilyen anyagnál ez nem túl szerencsés. És a kollégája, Masato Shinomura, öntötte ezt az uránoxidot a tölcsérbe, amit Auchi tartott. Na de, egyik pillanatban hatalmas kék villanás történt. Ez ugye elég ritkán jó jel. Hát mint utólag kiderült, a munkásoknak nem volt tapasztalata az ilyen típusú dúsított urán kezelésében, szóval egy picit túl sokat töltöttek abba a tartályba. A nukleáris iparban van egy helyzet, amit úgy hívnak, hogy kritikussági baleset. Ez azt jelenti, hogy létrejön egy ellenőrizhetetlen nukleáris láncreakció, és itt persze sugárzás szabadul fel. Na ezt sikerült itt összehozni. Felismerül a kérdés, hogy akkor mennyi sugárzást kapott Auchi? Nagyon sokat! Ő állt a legközelebb az egészhez, mert ő tartotta a tölcsért, ugye, amiben töltötték, valószínűleg a nukleáris balesetek történetében a valaha kapott legtöbb sugárzás az övé. Bár ez volt a legsúlyosabb eset, nem az első. Az Amerikai Egyesült Államok Nukleáris Szabályozási Bizottsága szerint 1953 és 97 között 21 ilyen baleset történt. Ilyen alatt azt értem, hogy kritikussági baleset. De vissza a balesethez. Miután megtörtént ez a hatalmas kék villanás, Auchi és Shinohara azonnal elhagyta a szobát. Ebben az esetben ez már eléggé mindegy, de ők elhagyták a szobát. És most a lényeg, hogy mi történt vele? Valaki nagy dózisú sugárzást kap, akkor a teste nem képes új sejteket létrehozni. Például a csontvelő nem termel több vörösvérsejtet. Ha viszont nincsenek vörösvérsejtek, akkor nincs, ami szállítsa az oxigént. De ugyanígy nincsenek fehérvérsejtek se, vagyis nincsen semmi, ami a fertőzésektől véd. A három dolgozót, akit érintett ez a baleset, a Tokiótól keletre található Chibába szállították. Ezen belül is a Japán Nemzeti Sugárkutató Intézetben, ahol vizsgálatok alá vetették őket, és megállapították, hogy a nyirok-sejtjeik száma hát olyan nullához közelít. Itt még olyan komoly tüneteket nem mutattak, annyi volt a panaszuk, hogy picit hányingerük van, kiszáradtak, meg néha van egy kis hasmenésük. Három napig itt voltak ebben az intézetben, utána átszállították őket a Tokiói Egyetemi Kórházba. Itt az orvosok mindent megtettek, hogy megpróbálják megmenteni az életüket, hát mint utólag kiderült, csak ártottak vele. Amikor az Auchival történt 35 évesen, akkor ő azért, amikor fizikailag elég a toppon volt, ráadásul egyetemista korában rögbi játékos is volt, szóval nem kellett őt félteni. Megérkezett a kórházba, ment vele a felesége és a kisfia is, nem úgy nézett ki, mint akinek úgy különösebben nagy baja lenne. Az esetről írtak egy könyvet, és ez alapján azt mondják, hogy enyhén feldúzzadt pirosas arca volt, egy picit bevérzett a szeme, de sehol a testén nem láttak hólyagokat vagy égési sérülés nyomait. Azt mondta, hogy egy picit fáj a füle meg a keze, de az orvosok, akik megvizsgálták, úgy gondolták, hogy hát még meg is tudjuk menteni az életét. Egyetlen egy nap telt el, és emberünk nagyon durván lerobbant. Nem kapott oxigént, és feldagadt a hasa. Amikor a harmadnapon megérkezett a Tokiói Egyetemi Kórházba, akkor már nagyon rottyom volt. Itt eltöltött még három napot, tehát a baleset utáni hatodik napon egy szakember meglátogatta Auchit, és megnézte a csontvelő sejtjeiben található kromoszómákat. Ez a szakember a képen csak elszórt fekete foltokat, darabkákat látott, ami azt jelenti, hogy a kromoszómái darabokra törtek. Én azt sem tudtam, hogy ilyen lehetséges. Hát itt Auchi teste már nem képes új sejteket létrehozni. Egy napra rá, tehát egy héttel a baleset után, pedig perifériás őssejttranszplantációra volt szüksége, amire szerencsére a nővére önként vállalkozott, de nem nagyon segített a helyzetem, mert már meg volt pecsételve a sorsa. Tovább romlott a helyzet. Folyamatosan szomjas volt, és amikor az orvosok elkezdték eltávolítani a testéről a kötszereket, arra lettek figyelmesek, hogy jön vele a bőre. Itt már hólyagosodott az egész teste,
És arról ne is beszéljünk, hogy ahonnan az orvosi ragasztó szalagokat leszették, ott a bőre is mind lejött, és mivel a szervezete már nem képes új sejteket létrehozni, regenerálódni sem tud. Konkrétan levált a bőre a testéről, úgy is mondhatjuk, hogy élve meg lett nyúzva. Fokozatosan eltűnt a testéről az egész hámréteg, és minden perccel egyre és egyre inkább fájdalmasabb volt neki a létezés. A légzési problémái is egyre inkább romlottak, és a baleset után 2 hétben már enni sem tudott, intravénásan kellett táplálni. 7 hónappal a baleset után megállt a szíve, viszont az orvosok újraélesztették. December 21-én éjjel 11:30-kor halt meg végül Aucsi. A záró jelentésben úgy van, hogy többszörös szervi elégtelenségben, ami azt jelenti, hogy több szerve is megállt. Na most én ennek picit utána olvastam, hogy mi történt, amit így írtak le, és igazából az a helyzet, hogy a belső szervei folyékonnyá váltak, és kijöttek a végbélnyílásán. Az akkori japán miniszterelnök Keizi Obuchi pedig egy közleményt adott ki, amiben részvételt nyilvánít a családnak. Köszönjük szépen, ezzel nem megy senki semmire. Viszont a nukleáris intézmények biztonságán azóta rengeteget javítottak, pont ebből az esetből okulva. A másik kollégája, Shinori, pedig 2000-ben halt meg ugyanígy papíron szervi elégtelenségben. Remélem tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor lájkolt, és hogyha szeretnél még tőlem hasonló tartalmakat látni, akkor iratkozz fel. Következő videóban találkozunk, szia!